Itt állunk Münchenben az Exporálon, és Szénási Zsoltot, a Talentis Group fejlesztési igazgatóját kérdezem arról, hogy mik a tapasztalatai az idei kiállítás. Hát a válság azért rányomta a bélyegét itt az teljes ingatlan szektora. Látszik, hogy jóval kevesebben vannak, és nincs akkora pörgés, mint az elmúlt 3-4-5-6-10 évvel ezelőtt. Attól függetlenül egy ilyen vásár alatt rengeteg kapcsolatot, rengeteg tárgyalást lehet egy 3 nap alatt létrehozni. Olyan dolgok, olyan emberekkel lehet találkozni, akikhez mondjuk Budapestről, Magyarországról közvetlen kapcsolatot akár nem is lehet elérni. Mit gondolsz, hogy a Talentis szempontjában miért hasznos, hogy egy ilyen klaszter égisze alatt vehet részt egy ilyen nemzetközi kiállításon? Számunkra ezek a kiállítások mindig fontosak voltak. Egyik az, hogy megmutatni, hogy mi mit csinálunk, és erre visszaigazolást kapni a piacról, akár nálunk fejlettebb ingatlan piacokról, fejlesztőktől, bankoktól, finanszírozási alapoktól, hogy amit csinálunk az jó, és van rá kereslet és igény. Másik irányból meg megnézni azt, hogy a világban mik az új trendek és mik az új irányok. Azt hozzá kell tenni, azért Budapest nem a világ közepe és nem a legfejlettebb piac. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy sokat tudunk tanulni abból, amit nálunk fejlettebb nyugati, akár most már keleti országokban is fejlesztenek. Ezen kívül a kelet-közép-európai térségben a magunk pozicionálása, a Budapest és a Budapest fejlesztő pozicionálása nagyon fontos, hogy közösen, egységes erővel tudjuk azt mondani, hogy bárki, aki fejleszteni kíván Kelet-Közép-Európában, annak a legjobb hely Budapest. Az elmúlt napok találkozói alapján mi a benyomásod, bizakodnak-e a befektetők? Sokan mondják már, hogy látják a fényt az alagút végén. Én azt gondolom, azért mindenki óvatos, de már készül arra, hogy itt egy-két év múlva akár teljesen normalizáljuk a piac, és újra el lehet kezdeni a gazdasági fejlendülés elindulás, újra el lehet kezdeni fejleszteni. És egy-egy nagyobb fejlesztésnek az előkészítése akár 2-3-4-5 évet is igénybe vesz. Mi 10 évvel ezelőtt kezdtük el magát a Talentist fejleszteni. Tavaly évben adtunk át több mint 200 millió eurónyi projektet. Ebben volt szállodától kezdve lakáson át, irodán, innovációs központon, de építettünk Herceghalomban iskolát, óvodát, főteret, ennyi biztosítót is. És itt az elején főleg ilyen 2-3-4 év. Tehát magyarán, aki még ott akar lenni a startvonalán, amikor elindul a piac, és amikor elindulnak az újra a kereslet megjelenik, annak már most bőven a tervezőasztal mögött kell ülnie, és projekteket kell előkészítenie. Nagyon szépen köszönöm, Szénási Zsoltot hallottam.